Május 9-én nyitotta meg kapuit a szekszárdi piac, rengetegen kilátogattak a Szekszárd központjában álló piactérre, és mindenki betartotta a szabályokat. Sem a védőfelszerelésekkel, sem a védőtávolsággal nem volt probléma. Ács Rezső Szekszárd polgármestere bejelentette, május 24-én vasárnap pedig a vásártér nyithat ki a piacon érvényben lévő szabályoktól eltérő módon. Bár maszkot és kesztyűt itt is kötelező viselniük az árusoknak, és a vevőknek is el kell takarniuk a szájukat, orrukat, és kezüket nekik is le kell fertőtleníteniük a bejáratnál, vásárlási idősávot nem jelöltek ki az idősek számára. Itt a vásárban ennek jelentősége nincsen, nem is tudnánk betartani, úgyhogy a délelőtti nyitás folyamán tulajdonképpen mindenki bármikor bemehet. Egyre figyelünk az üzemeltetőnek, különösen felhívtam a figyelmét, arra figyeljen, hogy egyszerre túl nagy tömeg ne legyen bent. A polgármester beszélt arról, hogy a szekszárdi strandot legkésőbb július 1-én kinyitják, addig a karbantartási munkálatoknak be kell fejeződniük. A városvezető úgy fogalmazott, azon ráér később vitatkozni, hogy kinek a felelőssége, hogy ez eddig nem történt meg. Az elmúlt két hónapban a sportközpontnak a vezetése semmit nem tett annak érdekében, hogy a karbantartás, javítás, illetve beruházások elinduljanak, és meg tudjuk nyitni a uszoda. Ezért látogattam ki, és azt a döntést hoztam, hogy ezeket el kell végezni, ezeket a javításokat. Az új szekszárdi uszoda pedig az őszre elkészülhet, tette hozzá a polgármester. Eközben zajlanak Szekszárd különböző pontjain az úgynevezett sarokkoncertek, hogy azok is tudják élvezni a zenés produkciókat, akik kénytelenek otthon lenni. A szekszárdi polgármesteri hivatal várja a helyiek javaslatait, hogy legközelebb hol tartsák meg a következő zenés rendezvényeket.